Üdvözlök mindenkit, az új feliratkozókat is. Ismét egy kamionos recept következik, vagy hát nem kamionos, de itt fogom elkészíteni. Ez kicsit, úgy mondjam, máshogy büdös lesz, de hát a kajának nem szaga van, hanem illata. De ki lehet szellőztetni, és illatosítót is használunk a kamionba. Ugye én mondjuk ezt, kollégák is ilyen illatosítókkal tele nyomják, ami automatán nyomja, nekem az túl sok, én csak így kézzel néha fújok egy kicsit. Na, a lényeg, ugyanúgy serpenyő, kitörölgetjük egy kicsit. Kis olívaolaj. És akkor, hát ez egy nyilvánvaló, sok kamionos fényűzően él, de én azért nem azért látom neki kamionozni, hogy elszórja minden pénzem, úgyhogy én visszafizettem a devizahitelemet, ez volt a cél, és akkor most azért kipróbálgatok én is, ez például lazac. Ez egy drága étel, a hal ugye egészséges, ez füstölt lazac, ez most ilyen 3-4 euróba kerül a 200 gram, tehát 1500 forint, nem egy olcsó, de én ezt kétszer fogom megenni. Mert most vacsorára is ezt teszem, és reggelire is elég lesz még. És méghozzá abban a formában, hogy már ettem ilyet, úgyhogy tudom, hogy mi, és nagyon szeretem. Megbontjuk. Megpróbálom megfelezni. Barbár módszerrel. Szétszedjük. Szóval ismertem olyan kollégát, aki évek óta kamionozott, és nem volt neki semmi félretett pénzzel, meg házat se vett, hanem csak úgy felélte, amit kamionozott. Hát végül is mindenkinek a saját dolga. Szóval itt a lazac. Ops, kicsit mellé ment. Ezt kicsit megpirítjuk. Elvileg, amikor már kijön belőle a fehér habos sós lé, akkor már túl van sütve, és nem szabad annyira, de én nem szeretem ezeket a nyás dolgokat. Tehát a kacsamálfilét is úgy kell elvileg, hogy rozéra sütni. Hát én meg szeretem, hogyha jó megvan pirítva valami. Úgyhogy nem sok idő kell azért neki így se. Ugye melegszik a serpenyő, már elkezdett világosodni. Úgy fogom csinálni, hogy egyszer megsütöm így egyik felét, és utána átfordítom, és utána fog keletkezni, amit csinálunk. Az pedig ilyen stajtos tangrit lehet venni a pennybe. Ez valami mennyei csemege. Nagyon szeretem. És akkor ezt ketté vágjuk. És most kettőt fogok megenni. Az a baj, hogy ugye ez csak frissen lenne igazán finom, de hát már boltban sem mindig friss. Most délután voltam, vagy más este majdnem. És amikor így megveszem, vettem reggelire is, és beleteszem nylon zacskóba, hogy ki ne száradjon. Hát szerintem aztán elég is lesz az egyik felének. Lekapcsolom, és akkor most megfordítjuk minden darabot. Viszont most úgy kéne elrendeznem, hogy ebből kettő szendvicskét fogok csinálni. Jó, és igen, a halhús ez ilyen szétesős. Aha, nem pirult meg rendesen, de semmi gond, már meg fog ez pirulni.
hogy nem tetszik az elrendezés. Mindjárt kiderül, hogy mit akarok ebből kihozni. Oké. És akkor a lényeg a sajt ismét. Ami ugye mondtam, hogy lehet szeletelt vagy lapka. Most lapka van. Ezt így elosztuk rá. Ez fogja összetartani. A kis szendvicskémet. Oké. Újra. Gáz. És csak simán ebben a formában rányomom a stanglit. Még szépen hozzá fog ragadni elvileg. Ez valami olyan mennyei finom, hogy hú, fantasztikus. Nyilván nem minden nap eszik ilyet az ember, most megkívántam. És vettem egy adagot. Megkóstoltam már kaviárt is, de az nem jön be. Igaz, hogy nyilván más íze van egy igazi luxus sztíknek, mint amit a áruház polcán meg lehet venni. Lassan kész is lesz. Elvileg a sajt az jó, amikor meg van pirulva jobban, de most nem folyik le annyira. Jó lesz az ilyen krémesen is. Aztán most egy kicsit trükkös lesz, hogy ezt hogy szerem ki szépen. És hát lehet, hogy nem lesz szép. De valahogyan megoldjuk. Mert hogy kanalas segítséget is igénybe kell vennem. Ezt pedig ki fogom borítani, ezt is simán. Jó, az lesz. Oké. Készen van. Na, ez könnyen ment. És akkor ezt a jó kis anyagot innen kitöröljük a stangli másik felével. Ugye kettő van. Viszont itt még nem vagyunk kész. Most jön rá a saláta. Csak itt simán csipkedek rá a saláta levelet. Aztán van, amikor szoktam venni ilyen saláta öntetet. De több fajtát kapni, de most csak simán majonézt teszek rá, és az is jó lesz. Nem egy túl egészséges kaja, de finom. Nagyon finom. Majonéz. Most tehetnék bele paradicsomot is, van ilyen kis koktél paradicsom, csak akkor már nehéz összerakni, és azt ha összenyomom, akkor szét megy az egész szendvics. Szóval ezt így hagyom inkább, és a paradicsomot meg hozzáeszem.
nagyon finom fog lenni. Vagyis hát már most is ad, én tudom. Érdemes kipróbálni néha újdonságokat. És néha belefér ennyi a költségvetésbe szerintem mindenkinek. Jó étvágyat kívánok!